Vendégem Csóka Bea. Szervusz, üdvözöllek itt mi nálunk az UKTV stúdiójában. És arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit erről az úgynevezett hajnali hősök programjáról, de légy szíves, könyörgöm, nyugtass meg, hogy hogy közeledik november 7-e, nem ilyen fegyveres hősökkel fogtok ki foglalkozni a Halasiban. Hát nem teljesen, mert igazán ez a fegyveres lesz a fő motívum. November 5-én kezdődik majd el ez a program nálunk a Halasi Olivér Sportközpontban, és ez ugye a hajnali hősök nevet kapta, amiatt, mert ezzel a programmal mi szeretnénk igazából a reggeli sportolási lehetőséget biztosítani a környéken élőknek, vagy esetleg az Újpesten dolgozóknak és tanulóknak is egyet. Felpesdült az élet a Halasiban, amióta egy kis, hát, hogy is mondjam, kis rendszerváltás volt, új igazgató, új főnök, új beosztottak, de azért árul már el nekem, létezik az, hogy komolyan gondoljátok ti azt, hogy reggel lemennek papák, mamák majd bukfencezni, vagy akármit csinálni a meló előtt, vagy hogy a gyerekeket elküldik a suliba, vagy ezt komolyan gondoltátok? Persze, hogy komolyan gondoltuk. Hát azért bukfencezésről nem lesz itt szó. Igazából mi színes mozgásprogrammal várjuk a munka és iskola előtt a mozogni vágyókat, és úgy próbáltuk összeállítani az órarendet is, hogy mindenki megtalálja azt, ami a szívéhez közel áll. Így például az aerobik órák is úgy lettek összeállítva, hogy egészen a küzdősport alapú órától a pilátesig mindenki válogathat, hogy mit szeretne, és mi esik jól a testének reggel. Ezen kívül egyéb kiegészítő sportok is lesznek, a tornateremben például teremfoci és kosárlabda. Erre például csapatoknak a jelentkezését is várjuk, ha esetleg úgy gondolják, hogy a kollégák még a munka előtt egy jó kis lelazulás szeretnének, és eljönnének egy kicsit ez játszani. Ez a munka előtt, ez mit akar, hányra kell menni, mi ez a hajnal? Ezek a mozgásprogramok reggel 6 órától egészen 10 óráig tartanak. Ezen belül pedig az aerobik, az 6 óra 45-től 7 óra 30-ig. Úgy lett ez is kitalálva, hogy pont még ne kelljen olyan nagyon-nagyon korán fölkelniük az embereknek, viszont odaérjenek a munkában 8-ra, vagy akár az iskolába. Gondolom, hát mint mindenért itt is valamit azért fizetni kell. A reggeli mozgás olcsóbb lesz, drágább lesz, vagy hát nem tudom, kávét adtok nekik, hogy hamarabb fölébredjenek? Persze, mindenképpen, meg az is jó zsírégető a kávé, de egyébként úgy állítottuk össze az árakat is, hogy azért jóval olcsóbb, mint egy délutáni edzés, és ezen belül is olyan kedvezményeket alakítottunk ki, amik például a közalkalmazottaknak és a diákoknak, vagy akár a nyugdíjasoknak is nagyon kedveznek. Úgyhogy őket is elsősorban szeretettel várjuk. Tehát nem fogja a pénztárcákat nagyon megterhelni? Nem fogja. Itt elsősorban nekünk az a célunk, hogy egy kicsit aktívabbá tehessük itt az Újpesten élőket, és szeretnénk ezzel egy kicsit az egészségük megőrzéséhez is hozzájárulni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az egészséget őrizzük meg, hiszen tudjuk, hogy Újpest egy sportos kerület, most akkor itt a Halasiban, majd aztán lehet jókat sportolni, de kérdés. Ugye valaki sportol, hát megizzad, akármi lehetőség, tisztálkodása, lezuhanyozni, öltöző, mert ugye hát, hogy is mondjam, hát olyan szagosan nem egészen jó bemenni az iskolába, vagy a munkahelyre. Persze, a sportközpont is számos felújításon ment keresztül az utóbbi időben, és ebben az öltözők is beletartoztak. Mindenkinek lehetősége lesz letusolni és elkészülődni az órák után, úgyhogy frissen és üdén mehessenek dolgozni. És hogyha a szülő magával szeretné hozni a gyerekét, az is nem fogja zavarni, teszem azt a szülőket, a kisgyerek, óvodás gyerek, hogy ott ugrál, miközben a papa meg a mama, mit tudom én, pilátesezik, vagy bármit csinál? Nem fogja zavarni, hiszen azért a sportközpontunkban nagyon sok lehetőség van arra, hogy lefoglaljuk a kisgyermekeket is, amíg az anyuka vagy apuka éppen tornázik, úgyhogy biztos, hogy ők is jól éreznék magukat a reggeli órában is nálunk. És hát reméljük, senki nem fog elkésni így az iskolából, mert ugye én pontosan tudom az én kölkeimről, hogy az utolsó másodperc után keltek föl, hiszen még odaérünk, meg papa majd elviszel az autóval címmel.
Igen, és ráadásul egyébként most azon kívül, hogy egy kicsit vidámabban indul az emberek napja, nagyon sok jótékony hatása van a reggeli mozgásnak. Ilyen például egy kis stresszoldó hatás, ami azért a munkahelyen néha nem árt. Vagy például, hogy aki az alakját szeretné formálni, és azért dönt úgy, hogy reggel eljön hozzánk, annak is például nagyon jó hatással van az anyagcserére. Egy személyes kérdés. Igen? Egy személyes kérdés. A munka, mikor kezdődik a te munkaidőd? 8-kor. És akkor reggel 6 órakor látunk téged is tornadrészbe, ott már akkor jövök én is. Hát, ha ezen múlik. Hát akkor kedves férfi társaim itt Újpestről, én azt gondolom, hogy hát ilyen dopping, akkor tessék jönni focizni és minden más csinálni. Még egy nagyon fontosat elfelejtettem megkérdezni, hol lehet jelentkezni, mert ugye én azt gondolom, hogy nem úgy megy ez, hogy bekopogunk, aztán majd ott letoljuk a gatyát, és ott vagyunk egy glotillába. Tehát hogyan lehet jelentkezni? Nálunk személyesen a sportközpontban is lehet jelentkezni, telefonon, de minden részletet megtalálhatnak majd az érdeklődők a honlapon és a Facebook oldalunkon is, és ott is várjuk a jelentkezéseket folyamatosan. És amit még el szeretnék mondani, hogy érdemes már novemberben kipróbálni, hiszen nagyon nagy kedvezménnyel várjuk meg különböző akciókkal az ide látogatókat. Hát akkor nincs más hátra, nagyon sok sikert kívánjak, és remélem, köszönöm, hogy nagyon sokan, nagyon-nagyon sokan mennek tornázni. Reméljük, a súly hogy sok hajnali hős születik itt. Így van, és akkor a hősöket majd szépen sorba állítjuk, és kitüntetéseket fogunk majd a mellükre tűzni. De fegyver nem lesz. Nagyon sok sikert kívánok. Köszönjük szépen.